Az elmúlt években több országos elődöntőt és döntőt is rendezett a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület, de a februárihoz hasonló nagyságrendű eseménynek nagyon régen volt házigazdája Nyíregyháza. A Magyar Diáksport Szövetség döntése értelmében ugyanis a megyeszékhely fogadja három sportág 5.-6. korcsoportos csapatait. Kosárlabdában, kézilabdában és röplabdában 8 fiú, illetve 8 lány csapat vetélkedik majd az érmekért és a helyezésekért. A diákokkal, illetve a felkészítő kísérőkkel együtt több mint 1000-en lesznek itt Nyíregyházán, és én úgy gondolom, hogy ez valóban egy olyan mérvű és olyan léptékű rendezvény, amelyre mindenképpen úgy kell készülnünk, hogy aki innen elmegy majd, illetve aki itt részt vesz ezeken a döntőkön, valóban olyan szájízzel tudjon majd távozni Nyíregyházáról és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről, hogy itt nagyon jó volt lenni, és sportsikerekben és emberi kapcsolatokban megerősödve térhessen haza. Ez egy valóban egy nagy feladat, hiszen több helyszínen, itt említettem a Continental Arénát, vagy a BEM József Általános Iskolát, a Tiszavasvári úti sportcsarnokot, fognak szerepelni a kosárlabda, a kézilabda és a röplabda labdajátékokban, és természetesen itt a szállásról, étkezésről és egyéb programokról is gondoskodnunk kell, úgyhogy igyekszünk valóban jó házigazdák lenni, és biztosítani azt, hogy 2017 úgy kezdődjön a diáksport életben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy abból lehessen építkezni a későbbiekben is. A mezőnyben mind a fiúknál, mind a lányoknál mindhárom sportágban lesz megyebeli együttes. A csúcstartónak a Zrínyi Gimnázium fiú kézilabda csapata számít, az intézmény képviselői 42. alkalommal szerepelnek majd országos döntőben.